szent lélek nevében. Békesség veletek! Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt, Mohácsi fogadalmi templomban, és a tévénézőket az interneten keresztül, akik bekapcsolódnak húsvét vasárnap szent üzenetének fogadásával, Krisztus feltámad, valóban feltámad. Örömhír, életet adó, sorsot formáló ajándék. Most nekünk, értünk. Ezt fogadjuk, ezért imádkozzunk és engedjük, hogy ez a csodálatos, gazdag ajándék megszülessen a szívünkben. Bűnbánatunk segítsen, hogy nyitott, szabad, jó szívvel legyünk jelen. Jó nap, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat érkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és hozzászással. Én védőlem, én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szemültelen Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halat, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön. Az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Judeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállotta, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnapra feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadta alá. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és voltak bírájára rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Thank you.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírba. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igény. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Szent János apostol így foglalja össze nagy hét, húsvét, a megváltás üzenetét. Mi is erre mindent átalakítunk, ma is egyedül békét, életet adó üzenetre figyelünk. Hol kezdődött? Hol kezdődik ma is mindnyájunk életében? Ott, ahol Mária Magdolna életében kezdődött. Megváltozott az élete Jézus mellett. Végre valaki visszaadta emberi létének értelmét, biztonságát, a szeretet fényét. De most értelem mégis mindent elveszített. Így megy a sírhoz. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Most kellett megtanulnia, mi történt valójában az ő életében, a világban, ahogy nekünk is az életünk egy pontján meg kell tanulnunk, meg kell értenünk, ki számunkra Jézus Krisztus, és kik vagyunk mi az ő számára. Nagyon sokszor a mi életünkben is akkor kezdődik el valami, amikor sötétség, kilátástalanság van, amikor elveszettnek érezzük magunkat. Jézus Krisztus kiüresítette magát, szolgai alakot öltött és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A régi történetek között lehet olvasni egy lányról, aki azok között, az asszonyok között volt, akik Jézust a Kálváriára kísérték. Félénk, csendes, visszafogott lány volt. A feltámadást teljes bizonyossággal rögtön elfogadta. Nem kellett látni a Jézust, sem bizonyítani nem kellett neki semmit. Rögtön elhitte. Olyan merészséggel, amelynek azelőtt sohasem volt birtokával, zarándokolni kezdett, hogy Jézus szavait hirdesse. Nem fél többé. Prédikált a városokban és a falvakban. Egy nap oda ment hozzá egy ember, akit mélységesen meghatott a tanúságtétele, és azt kérdezte tőle, mondd, mi a bátorságot titka? Az alázat. Válaszolta a lány. Így tanította
mester. Az ember elgondolkodott, majd azt kérdezte, és mire jó az alázat? Arra, hogy legelőször azt mond, szeretek. A feltámadás, a húsvét ereje és öröme, az a szabadság, és az az erő, amelyre mindnyájunk szíve vágyik. Szeressenek, és életünk lényege a szeretet ajándékozása legyen. Ehhez kell a húsvéti hét, hogy a hétköznapi dolgok, a leplet, a történések mögött meglássuk az élet üzenetét. Mennyivel szebb lenne az életünk, ha étvesek, szülők, gyermekek, az egész napos, sokszor nagy pénteki szenvedések után hazaérve ezzel köszöntelik egymást. Szeretek. Nehéz, fájdalmas napom, napod volt, de a lényeg, hogy itt vagyok, hogy szeretlek. Vannak sebei, volt szenvedése. Jézus is így lép az apostolok elé, megmutatja a sebeit, de a szíve legmélyét mondja, békesség nektek, minden rendben, szeretlek benneteket. Ez Isten csodálatos ajándéka. Húsvét a feltámadás nagy adománya mindenkinek, aki túllép nagy péntek borzalmán, és kész meglátni az üres sír, a szenvedés mélyén, az élet, a szeretet győzelmét. Ezt a minden felülmúló ajándékot Szent Pál így írja le. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Így érvényes az írás szava. Szem nem láttam, fül nem hallottam, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. A szeretett tanítvány, amikor belép a sírba, az üresség a leplet láttán új emberré válik, új módon látja Istent, önmagát és a világot. Látta mindezt, és hitt. Ez egy belső látás. Ez a szív szabadság. Sokszor hosszú és nehéz út vezet idáig. Ez a látás mindnyájunknak megadatik, ha benézünk a szívünk mélyére, az elhengerített kő helyén. Egyszer elmondta valaki, hogy takarítás közben Jézusra és a keresztre feszítésre gondolt, és különös érzés magában ragadó erőt töltött el. Meghatódott. Látta, és hitt. Ha sikerül egy kicsit szabaddá tenni a szívünket,
kilátástalan magányában menjen tovább. Krisztus győzött. Mária Magdolna, az apostolok kimozdultak az életükből, és az élet, a hit, a szeretet új útján mentek tovább. Oly sok emberrel beszélek, akik elmondják örömmel, hogy lett a nagy pénteki, a sír szélén vergődő életükből húsvét feltámadás, Isten és ember szeretetének győzelme. Csak így, egy ilyen halászatos hittel reményekkel, és csak így tehetünk azért, hogy az életünk a leggonoszabb embertelenség vírusától megtisztuljon, és az emberi méltóság legnagyobb tragédiájától és szégyenétől, a hámontól megmeneküljünk otthonainkban, közösségeinkben, nemzetünkben, és a világ népei között. Ez a húsvét a szörnyű félelme után és újra jelenlevő valóságában még inkább küldetést ad nekünk. Higgyük el Istennek, magunknak, hogy az én, a mi életünk is többre, szebbre született. Nekünk is lehet az alázat útján sok zavartól és félelemtől megszabadított szívünk egyetlen és életet adó, éltető üzenete. Szeretet. Mert hallottam, mert megértem Isten szeretetéből. Erről beszélt Jézus nagy csütörtökön, amikor a kezünkbe adta a kenyeret és a bort. Ez az én testem, ez az én vérem, a szeretet éltető táplálékát nekünk adta a közös húsvéti terített asztalon. A szeretet ajándéka. És ezért mondtam elfogadásokkal, hogy mentsen tanítványait. Jézus erre újra megkérdezte, kit kerestek? A názáreti Jézust felelték. De Jézus így folytatta, mondta, hogy én vagyok. De ha engem kerestek, ezeket engedjétek el. Ezért a szeretetért mondja a kereszten rám nézve, önmagunk és Isten szeretetének megtagadásában. Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek. Így lehet a mi életünk is a szenvedés keresztény ellenére ennek a világnak szeretet üzenete, mert nincs fontosabb és nincs csodálatosabb, mint Isten és ember legdrágább üzenetét megélni és továbbadni. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezze a világnak. Ezt a most megélhető és most lelkünkben lévő üzenetet és az életünk előttünk járó útján ránk váró szép üzenetet, amely majd az örök életben teljessé fog válni, ez
János így fogalmazza meg. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokasságban senki se keresi egymást. Az Atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet. Az angyalok, a mennyek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. A hirtelen támadt tüketedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, egész Földet teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és letemették, alászállt a magukra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a víg, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kérésünket, mennyei Atyánk elé. Társ meg, Urunk, húsvéti szent örömmel szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békén. Szítsd fel a keresztény kegyelmét mindnyájúan, aki a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és föltámadtunk az új életre. Föltámadáson győzelmet bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk,
gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szívedet, egyházunk sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket a szent színed látására. Könyörünkért mindnyájunkat, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, amik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő antala, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységén, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk.
örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szentékának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, a mi Urunk által. Minden itt jelenlévő testvéremnek csak a tévé képernyőjén keresztül kapcsolódtak imánkhoz. Istentől áldott, szép ünnepet kívánok. A feltámadásnak, az újrakezdésnek biztonságos örömét, gazdagságát és életet a erejét. Jó Isten áldása legyen mindnyájunkkal. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, s védjen meg irgalmasan a gonosz cselvértéseitől és minden bűntől. Amen. Ő a kegyszülött fiának feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket halhatatlanság minden ajándékával. Amen. És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával örömmel ülitek meg húsvét ünnepét, az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor a boldog örökké valóságba. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya,